Sánghaj Xihoj nevű kerületének delegációját fogadta egynapos látogatáson Hévíz önkormányzata. A városházán hetente megfordulnak Kínából érkező küldöttségek, ám ezúttal a szorosabb együttműködés megalapozása, a leendő testvérvárosi kapcsolat kialakítása volt a cél, melyet mindkét ország vezetése támogat. Kormányaink az elmúlt hónapokban azt gondolom, hogy nagyon komoly tárgyalásokat folytattak. Ugye miniszterelnök helyettesek jártak pro és kontra Kínában, Magyarországon. Mi mondhatom azt, hogy tulajdonképpen már tavaly elkezdtük ezt a kapcsolatnak az építését, tavaly tettünk a látogatást Sanghajban, illetve Pekingben, ott találkoztunk a kerületnek a vezetőivel, és ezek a vezetők küldték el most ezt a csoportot, akik tulajdonképpen ott a város különböző területeiért felelnek, főleg a külkapcsolatokért, és ezt viszonozták. Tulajdonképpen egy európai körúton vannak, de ez két országból, illetve két állomásból áll, Törökország. Ott Isztambulban voltak, és Magyarországon pedig Hévízre jöttek el. A kínai delegáció valamennyi tagja most járt első alkalommal Magyarországon. Mint a küldöttség vezetője, a körzet tanácsának alelnöke elmondta, Sanghaj Xihoj kerülete a kínai metropolisz egyik meghatározó körzete 1 millió lakossal. Gazdasági, kulturális, oktatási és egészségügyi központ, ahol virágzik a kereskedelem, a sportélet és a szórakoztatóipar is, mielőtt az infrastruktúrát folyamatosan fejlesztik. A Hévízzel építendő kapcsolatok kialakításakor arra törekednek, hogy minél több szintű együttműködés valósuljon meg. Hévíznek is ez a célja. Például a két évenkénti sánkhái turisztikai vásáron a jövőben már hangsúlyosabb megjelenést tervez a fürdőváros. Hévíznek az egyik fontos területe a turizmus, turisztika. Ez az a terület, ahol előre szeretnénk lépni, de azt, hogy ezt megalapozzuk, azt gondolom, hogy más területek is vannak. A konzulokkal tárgyalva, nagykövetekkel tárgyalva, ez pedig egyértelműen az lehet, hogy az orvostudományok területén a hévízi gyógyászat, tradicionális hévízi gyógyvizes gyógyászat és ahhoz kapcsolódó kezelések és orvoslás. A másik pedig tulajdonképpen az oktatás, azon belül is a nyelv és a zeneoktatás lehet az, ahol akár szakembereket tudunk kicserélni, ami azt jelenti, hogy Hévízről ki tud menni szakember dolgozni 3-4 hónapra, fél évre, és ugyanúgy kínai szakember tud jönni Hévízre. A gyógyászattal kapcsolatosan a kínai gyógyászatnak óriási nagyok a tradíciói, de a gyógyvizeket nem használják és nem ismerik úgy, ahogy mi, úgyhogy ez egy nagy kitörési pont lehet számunkra is, ami aztán később azt gondolom, hogy megfelelő mennyiség és minőségi turistát is generálhat a városban. A kínai küldöttség hévízi látogatása során a város nevezetességeinek megtekintése mellett a magyar gasztronómiából is ízelítőt kapott.